Nemzeti siker a sport címmel szerveztek konferenciát csütörtökön a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A meghívott előadók között volt Szegedi Péter, szociológus és futballtörténész is, a Riválisok című könyv szerzője, aki Hogyan vált futballhatalommá Magyarország címmel tartotta meg előadását. A következőkben vele beszélgetek arról, hogy tényleg kávéházban alapították-e a Fradit, mikor lett a dresszből mez és a cornerből szöglet, a hat-trickből pedig mesterhármas, s hogy hogyan indult világhódító útjára a futball. A futball elsősorban ott vált viszonylag gyorsan népszerűvé, ahol jelentősebb angol kolónia élt. A futball szabályok azok az 1870-es, 80-as évekre kristályosodtak ki, és ahol angolok éltek szerte a világon, ott már ekkoriban több futballklub is alakult. Néhány példát említsek, például a Buenos Airesben már 1867-ben alakult egy futballklub, ez volt a világon az első nem brit egyeteken alakult klub. A franciáknál 1872-ben Le Havre-ban alakult egy klub, és hogy egy példát említsek, hogy milyen jelentős volt az angol befolyás Franciaországban, az első francia bajnoki döntőt 1894-ben a Standard Athletic és The White Rovers csapatai játszották, mind a kettőben csak angolok léptek pályára. De számtalan ilyen példát találunk még Európában, 1880-ban a Royal Antwerpet, aztán néhány évvel később a Grasshoppert angolok hozták létre, az osztrákoknál a First Viennát és a Krikettet szintén angolok. Az olasz futball első jelentős klubjai közül a Genoát és a Milánt angolok alapították, egyébként mind a klub címerében a mai napig látható a Szent György kereszt, ami, tehát az angol zászló, ami utal az angol eredetre. Nálunk azonban nem élt jelentősebb angol kolónia, ennek következtében pedig voltak szorványos próbálkozások az 1870-es évek végétől a futball elterjesztésére, de ezek nagyon gyorsan kudarcot vallottak. Ezek az első próbálkozások elsősorban utazókhoz kötődtek, akik Angliából hoztak labdát, vagy pedig olyan lelkes sportemberekhez, akik Angliából hozattak labdát, és lefordították a futballszabályokat, és ez alapján próbáltak meccseket szervezni. Ilyen volt például a Löwenrosen Károly is, akit emlegetnek az almanakon. Így van, a Löwenrosen Charlie 1896-ban a Pékerdőn. Ez volt az első nyilvános futballmérkőzés egyébként. A pékerdei csata. A pékerdei csata, igen, ami nagyon gyorsan, egy negyed órán vagy 20 percen belül véget kellett, hogy érjen, ugyanis a törekvés dalárda munkásai azok vasalt csizmákban tett pályára, nagy hidegben, és több játékosnak a lába eltört. Úgyhogy utána a Löwenrosen az sokáig nem ismert a kolónia környékére menni, mert állítólag a munkások feleségei megfenyegették. De ez a pékerdei futball, ez a lábtöréses pékerdei futballharc, ez nem hivatalos mérkőzés volt még. És melyik volt az első hivatalos futballmeccs Magyarországon? Hát amit számon tart a sporttörténet, az 1897 márciusában a Millenárison zajlott le. A BTC volt az első klub, amely állandó futballcsapatot szervezett, és rendszeresen tréningeztek. Itt is volt nyilván külföldi hatás. Az egyik tag, az egyik BTC tagnak a fia, Raj Ferenc Lozánban tanult, és ő Svájcból hozott egy labdát, és az ő labdájával kezdtek el trenírozni a BTC-ben, ami nyilván egy annyiból volt sokkal szerencsésebb próbálkozás, mint a korábbiak. Korábban alkalmi társaságok szerveződtek, ugye ilyen volt a pékerdei csata is, ahol a törekvés dalárda munkásai alakítottak egy alkalmi csapatot. Itt viszont már egy meglévő sportegyesület kezdett el tréningezni, és gyakorlatilag innen datálható a magyar futball kezdete, 1997. Alkalmi társaságok, utazók, akik jönnek Nyugat-Európáról, és hozzák magukkal a futballlabdát, illetve a szabályoknak bizonyos féle ismeretét. De hogy ezek még ilyen kis elszigetelt csoportok, de aztán hogyan lett egyre népszerűbb? Tehát, hogy mi volt a futball fejlődésének az a bizonyos motorja, ami beindította ezt a sportágat és olyan széles körben elterjesztette? Magyarországon, de azt lehet mondani, hogy az egész monarchiában egy rendkívül kedvező helyzet állt elő, ami a futball fejlődését segítette. Sok nyugat-európai országban ugyanis egy egyszerű sportjátékként
tekintettek a futballra. Itt viszont Közép-Európában, ha úgy tetszik, ez élet-halál kérdése volt. Ugyanis megjelentek a szimbolikus tétek a mérkőzéseken, ez pedig az osztrákokkal való rivalizálásnak köszönhető, illetve nyilván volt egy cseh-osztrák és egy cseh-magyar vetülete is, csak hát itt sportdiplomáciai okok miatt a osztrák szövetség nem ismerte a cseh szövetséget, ezért ez egy jóval kisebb volumenű volt a csehekkel való kapcsolat, de az osztrák-magyar mérkőzések jelentették azt a hajtóerőt, ami segítette, hogy itt nagyon gyorsan jelentős anyagi és szakmai ráfordításokat eszközöltek a sportvezetők. Tehát, hogy ilyen nemzetek közötti rivalizálás volt az, ami... Így van, ez nem véletlen egyébként, hogy a világon az első nem brit válogatottak közötti mérkőzést, azt az argentinok és az urugváiak játszották 1902 nyarán, de pár hónappal később, 1902 őszén már megrendezték a magyar-osztrák, az első magyar-osztrák, illetve osztrák-magyar mérkőzés Bécsben, ami a kontinensen, tehát Nagy-Britannián kívül az első válogatott mérkőzés volt. Évvel később a belgák és a hollandok játszották a harmadik ilyen találkozót a világ, tehát ott pedig nyilván a közelség, a két ország közelsége jelentett hajtóerőt. Vannak-e például adataid, mint futballtörténésznek arról, hogy az 1900-as évek legelejéről beszélsz, hogy például azokban az években hányan néztek meg egy-egy futballmérkőzést? Gondolok itt például válogatott mérkőzésekre. Tehát, hogy a magyar válogatott meccsein hány szurkoló volt kint? Az első mérkőzésen Bécsben még csak 500 néző ki az első osztrák-magyarra. Ez évről évre nőtt, ez a szám. Az 1907 körülre már elérte a 4-5-6 ezeres szintet. Aztán az igazi nagy lökést az jelentette, amikor Budapesten először a Fradi 1911-ben, majd az NTK 1912-ben európai léptékkel mérve is nagy stadiont épített, és ekkor aztán jelentősen megnőtt a válogatott mérkőzéseknek a látogatottsága. Például 1913. októberében, tehát az utolsó békeév végén már 32 ezer néző látta a magyar-osztrák meccset Budapesten. Hozzátenném egyébként, hogy nem csak a nézőszámok érdekesek, és nem csak a nézőszámok mutatják azt, hogy Magyarország ekkoriban már, tehát az első világháború előtt már igazi futball nagyhatalom volt, hanem szakmailag is nagyon jelentős változáson ment keresztül a magyar futball. Egy nagyon beszédes példát említenék erre. 1909 májusa és 15 májusa között, tehát 6 éven keresztül a magyar válogatott hazai pályán veretlen volt. 12 mérkőzést játszottunk Budapesten, ebből 8-szor győztünk, és a gólarányunk is egészen fantasztikus volt. Tehát említetted, hogy stadionok is épültek, említetted, hogy szakmailag is egyre inkább fejlődött a sportág, de mégis mivel lehet szerinted még magyarázni azt, hogy viszonylag gyors ütemben a labdarúgás lekörözte az akkoriban, tehát a 19. és a 20. század fordulóján az addig népszerűbbnek tartott sportágakat, mint például az atlétikát vagy a kerékpársportot? Gyakorlatilag Budapesten két szinten is jelentős társadalmi hátterű rivalizálás zajlott, ugye, amit említettem, a magyar-osztrák volt ez, a másik pedig a Fradi és az MTK rivalizálása, ami szintén jelentős tömegeket vont a lelátók felé. Erre más sport korábban nem volt alkalmas, hiszen a futball volt Magyarországon az első csapatsport egyrészt, másrészt az első sportjáték. Itt a csapatsport igazából az, amire a hangsúlyt helyezném, hiszen szimbolikus tartalmakat volt képes, és a mai napig képes egy labdarúgó mérkőzés mozgósítani. Ez egy olyan pluszt jelentett az egyéni sportágakhoz, ami gyakorlatilag egyedülalkodóvá tette. Egyébként ez a sportlapok piacán láthat igazán, hogy mekkora hatalma lett a futballnak. A századforduló még csak egy sportlap létezett Magyarországon, a Sportvilág, és jó részt tornával és atlétikával, illetve kerékpárral foglalkozott. Ahogy a futball népszerűvé vált, 1903-ban kiadták először a nemzeti sportot, majd 1910-től a sporthírlap is megjelent, tehát egy gyakorlatilag felpezsdült a sportsajtó Magyarországon, és lehet látni a korabeli lapokból, hogy amíg a századfordulón a Sportvilágban a
a labdarúgás az a lap végén néhány kisebb hírben szerepelt. A Nemzeti Sportnak, illetve a Sport hírlapnak már a 70-80%-át a labdarúgással kapcsolatos hírek tették ki. Említetted, hogy szimbolikus tartalmakat kapcsolnak a szurkolók a futballklubokhoz. Hát erre még ma is van egy nagyon jó példa. Nem kell messzire mennünk, a Dunaszerdahelyi DAC, pontosan egy ilyen futballklub, amely hát túlnőve Dunaszerdahelyen az egész felvidéki magyarságnak az egyik szimbólumává vált. A sportlapokkal folytattad. Nekem az is érdekelne, hogy hogyan működött az a folyamat, hogy a magyar sportsajtó az eredetileg angolos futball terminológiát, az angolos szókészletet hogyan kezdte a magyar viszonyokra ráilleszteni. Azoknak az angol kifejezéseknek a nyomát még ma is megtaláljuk, már főleg csak a tribünökön, mert az idősebbek mondják azt, hogy corner vagy back, de hogy ugyanúgy, vagy ahogy a tribün, de hogy a játékot Angliából importáltuk, tehát ugyanez jellemző a futball terminológiára is, tehát hogy ennek is van egy ilyen sajátos adaptálódás? Igen, ez egy több évtizedes folyamat volt, és azt hiszem, hogy a nyelv magyarosításában egy elég sajátos története van a sportnyelv, illetve a futballnyelv magyarosításának. Már a kezdetben is próbálkoztak, tehát már a századfordulón próbálkoztak az egyes szakkifejezések magyarosításával, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és itt jó rét az terjedte el ekkor az első világháború környékén, hogy egyszerűen fonetikusan átírták a különböző szakkifejezéseket, ugye amit említettél, a tribünt, a kornert, a tapsot is lehetne említeni, futballról ugyanez elmondható a futballszóról. Amit eleinte angol rugósdiként magyarította. Hát igen, ez tipikus példa arra, hogy próbálkoztak ugyan magyarosítással, ugye ez az angol rugósdi elnevezés, de hát ez nem honosodott meg. Aztán a 20-as években indult egy folyamat, először a Sport lap című újság 1921-ben írt ki egy pályázatot, hogy a hat-trick szót magyarosítsák, és ekkor egy Márkizon Benő nevű olvasó javaslatára lett Mester Hármas a hat-trick elnevezés. Aztán a 20-as évek végén, a 30-as évek elején a Nemzeti Sport évről évre írt ki szó magyarosító pályázatokat. 1931-ben írták ki az első ilyet, és innentől kezdve pontosan tudjuk azt, hogy az egyes szakkifejezések, azok a Nemzeti Sport melyik olvasójának a javaslatára. Tehát még csak nem is nyelvészeket kértek fel, van, hanem szurkolók. Hanem ezt szurkolók magyarosítják egykori angol kifejezéseket. 1931-től a Nemzeti Sport már nem Druckert írt például a cikkeiben, hanem szurkolót. És a korábbi buzdító szót 1931-től már nem tempónak mondták, hanem hajrának. De ez egészen 1930-as évek végéig tartott, tehát ekkor lett a dressből mez, például a finishből hajrá, és hát hosszan lehetne folytatni a kifejezéseket. Nyilván voltak szavak, amiket nem sikerült magyarosítani, ugye ilyen volt például a mai napig nem tudtuk magyarosítani, ugye például a sport, a taktika, a gól szavak, ezek nem magyarosodtak. Visszatérve előadásodhoz, amelynek azt a címet adtad, hogy hogyan vált Magyarország futballhatalommá, hogyha a régi idők fociára gondolunk, elsősorban a régi idők magyar fociára, akkor Puskás, Bozsik, Cibor, Kocsis, vagy Hidegkuti neve jut eszünkbe, pedig az aranycsapat sikerei előtt is világszínvonalú volt a magyar foci, ezt szoktad hangsúlyozni írásaidban is, mert hogy már 1938-ban is világbajnoki döntőt játszottunk, de valahogy, mintha erre már kevesebben emlékeznének. Miért van ez a vakfolt a szurkolóknak ebben a kollektív memóriájában? Én azt gondolom, hogy ennek az elsődleges oka az, hogy az aranycsapat az tényleg egy rendkívül kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ami valamilyen szinten érthető módon elhomályosította a régi idők fociának az emlékét. Tehát a 10-es, 20-as, 30-as években is kétségtelen, hogy nagyon erős volt a magyar futball válogatott. Hát mert hogyha jelzőket olvasunk Orth Györgyre, vagy Schlosserre, vagy a Braun Csibire, a korabeli sajtóban,
országból, tehát ők ugyanúgy az európai átlag fölé emelkedtek. Így van, de mondjuk válogatott a 20-as, 30-as években nem tudott évről évre olyan sikeres lenni, mint az aranycsapat. Tehát az, hogy az aranycsapat éveken át gyakorlatilag legyőzhetetlen volt, mondjuk a 20-as, 30-as években ez nem mondható el az akkori válogatottról. Az is tény ugyanakkor, ami nekem személy szerint külön fájó pont, hogy ehhez képest is azért nem szerencsés és elég méltatlan, hogy olyan szinten elfelejtődött a korábbi magyar futball emléke, mint amennyire nem ismerjük manapság ezt az időszakot. Egyik tanulmányodban azt írott, hogy a régi pesti futball erősen kötődött a kávéházakhoz. Mit kell ez alatt értenünk? Hát ez alatt azt kell érteni, hogy amíg, és ezt sokan bírálták is egyébként Magyarországon a kortársak közül, hogy amíg Nyugat-Európában sok helyütt úgy terjedt el a futball, hogy néhány sportkedvelő és futballozni vágyó ember alakított egy csapatot, pályát bérelt és futballozott, addig nálunk a sportszervezői háttér volt erősebb, tehát sportkedvelő kávéházakban összeültek és alapítottak egy csapatot, aztán lehetséges, hogy ennek a csapatnak mondjuk soha nem is lett aztán később pályája. Tehát van több olyan klub a magyar futball történetében, például a Nemzeti, amelyik mondjuk 20 éven át az első osztályban játszott, de soha nem volt saját pályája. Tehát ezek a klubok gyakorlatilag kávéházakban szerveződtek. Hozzátenném, hogy lényegében szinte minden jelentősebb klubnak volt valamilyen törzshelye, kávéházi törzshelye. Nyilván ez annak köszönhető, hogy a magyar futball az egy nagyon erős polgári alapokon, kispolgári alapokon nyugodott, tehát még szemben mondjuk az angolokkal, ahol inkább a munkások befolyása volt jelentősebb, addig Magyarországon ez egy polgári sport volt, és hát mint a polgári világban oly sok minden, ez is kötődött a kávéházakhoz. Egyik tanulmányodban azt is leírott, hogy még a Ferencváros is egy kávéházban alakult. Igen, a Gebauer kávéházban. Szinte mindegyik klubról lehet tudni, hogy hol volt a törzshelyük és hol alakultak. Kivételnél lényegében minden jelentős klub valamelyik kávéházban alakult. Szociológiai szemlében megjelent egy tanulmányod, a magyar futball európai expanziója, avagy hogyan lettek tanítók a tanítottakból címmel, és ebben a tanulmányodban nem kevesebbet állítasz, mint hogy volt idő, amikor még az olasz futballközeget is magyar szakemberek tanították focizni. 20-as évek vége, 30-as évek elejére teltő ez az időszak. Az olasz futballnak egy hatalmas lökést jelentett a fasizmus kialakulása, a fasiszta sportpolitika lényegéhez tartozott, hogy a futballon keresztül lehet megmutatni a világnak, hogy itt egy milyen fejlett politikai rendszerről van szó. Tehát ekkor jelent meg először Európában az, ami aztán az 50-es években vált igazán hangsúlyossá a szocialista táboron belül, de itt a 20-as években jelent meg először az, hogy egy politikai eszme a futballon keresztül akarja megmutatni a jelentőségét. Innentől kezdve az olaszok nagyon komoly investíciókat hajtottak végre a futballban. Gyorsan meg akartak tanulni jól futballozni, ehhez pedig mindenek előtt máshol sikeresebb játékosokra volt szükség, tehát a 20-as években magyarok, osztrákok és csehek mentek nagy számban Olaszországba futballozni. Ahogy az olasz futball nívója elkezdett emelkedni, ezeket a játékosokat lényegében hazaküldték, tehát maximálták, hogy egy csapatban maximum kettő, aztán egy külföldi játszhat. Az edzők esetében viszont nem alkalmazták ezt a szabályt, és hát innentől kezdve aztán a 20-as évek végétől gyakorlatilag az első osztályú klubok, az olasz kluboknak egy jelentős számában magyar edző volt olyannyira, hogy például 1934-ben, amikor Olaszország megnyerte az első világbajnoki címét, a 18 első osztályú olasz csapatból 14-nek volt magyar edzője.